sziasztok, ez itt a Tarts Velem, és a mai nap a Maggiore-tóhoz megyünk. Két dolgot fogunk megnézni, az egyik egy sziklába épített apátazárda, a másik pedig egy sziget, amin egy kastély van, és van egy hozzátartozó nagyon szép kert. Úgyhogy ma ez a két program lesz. Tanulva a tegnapiakból, amikor is ugye nagyjából ugyanennyire volt időnk. Itt vagyunk a Catarina del Sasso apátságnál, ami azért nagyon érdekes, mert itt a Maggiore-tónál úgy van az egész kiépítve, hogy magába a sziklafava van beásva, úgyhogy félig így kilóg, amúgy ide kétféleképpen lehet lejutni. Az egyik az, hogyha autóval jössz, akkor fönt lehet megállni a parkolóba, és mindenféle lépcsőn lehet majd lemenni az apátsághoz. Másik pedig, hogyha a szemközti partról átjössz hajóval, ugyanis van itt egy kikötő, és akkor onnan meg fölfelé kell majd sétálni. Amit itt láthattok, az nem más, mint egy 1671-ben készült olivai szőlőprés. Nagyon egyszerű a működése, ugye ott a jobb oldali kőteknővel veratták az összes cuccot, amit éppen préselni szerettek volna. Ugye ezzel a csavarral pedig szépen tekerve az egészet összenyomták ezzel a nagy gerendával, és utána a kipréselt lé abba a kis teknőbe folyt bele. Ennyi lett volna az apátság, ha erre jártok, mindenképpen nézzétek meg. Tudom, mindenre ezt mondom, de próbálom azokat a helyeket felkeresni, amik tényleg nagyon jók. Úgyhogy most menjünk tovább a tónak a másik oldalára, és ott be fogunk hajózni az Isola Bellára. Ez eléggé necces volt. Kiderült, hogy az utolsó hajó az a szigetről 6-kor indul visszafelé. Tehát nagyjából ilyen 5-kor érdemes azért bejönni, mert egy óra biztos, hogy kell a helyre. És mi pont úgy érkeztünk ide, hogy gyakorlatilag leparkoltunk, megvettük egyet, és merültünk a hajóra. Nagyjából egy óránk van bejárni a kastélyt és a kertet, úgyhogy most ezen kicsit végig fog szaladni, előre is elnézést. Közben kiértünk a kastélyból, úgyhogy most menjünk tovább a kertbe. Van még nagyjából fél órám, úgyhogy igyekszem lehető legtöbb részét megmutatni, és szerintem amúgy a kerte sokkal nagyobb látványosság lesz, mint maga a kastély.
ez lett volna az Isola Bella, a kastély és a kert. Ha össze kéne hasonlítanom a tegnapival, ugye a Varennai botanikus kerttel, akkor nekem az sokkal jobban tetszett, már csak azért is, mert az nem volt ennyire mesterkélte, sokkal természetesebb volt, ott maga a villaépülete is egy sokkal visszafogottabb hangulatot keltett, meg maga a kert is egy sokkal visszafogottabb természetközeli élményt nyújtott. Ez itt látszik, hogy a barokk kastély, amellé dukál egy hasonló szintű kert. És ha esetleg eljártok, akkor van még itt a környéken 7 vagy 8 említésre méltó látványosság, azt mindenképpen nézzétek meg. Nekünk sajnos már csak ennyi fért bele. Sziasztok!